Köszöntelek beneteket újra itt a csatornámon. Most ez egy új csatorna, és szeretnélek minden köszönteni itt az új csatornámon. Remélem, hogy meg fogjátok kapni a linket, amit elküldtem nektek, és remélem, hogy majd tudtok majd jönni újra itt lenni, majd a YouTube csatornámon. Minél többen csináltam egy új csatornát. Mert a másikat sajnos azt feltörték, és annyira rossz ember volt már rajta, hogy én már azt nem bírtam nyelni, és ezért úgy döntöttem, hogy akkor csinálok egy új csatornát, és akkor azoknak, a, akiket már személyesen is ismerek, persze, meg minden, és nagyon sokat beszélgetek velük, azoknak elküldöm a linket. És persze az a, ide a, a komment részlegbe is befogom majd nektek tenni a csatornámnak a nevét, hogy megtalál, meg tudjátok találni. Most ma is érkeztem hozzátok egy újabb videóval, mivel új ez a csatorna, ez most ez az egy olyan videó, amiben el szeretném nektek mondani azt, hogy ma nem lesz élőadás, nem tudok élőadást csinálni, és ne haragudjatok, hogy azt mondtam nektek az elébb, hogy élőadást fogok nektek csinálni. Nem tudok élőadást csinálni, sajnos, mert ö, nem engedi. Mivel új a csatornám, egy új csatornát csináltam, és új a csatornám, 24 óráig a YouTube nem engedi, hogy ö, tudjak élőzni. Úgyhogy meg kell várjam, holnap délután fogok ilyen tájba fogok majd nektek, majd lájbólni, mert a YouTube akkor fog lejárni a 24 óra. Úgyhogy ameddig nem jár le a 24 óra, sajnos nem tudok nektek lájvolni. Még lehet, hogy holnap sem fogok tudni, csak holnap után, és meg majd lehet hétfőn. Úgyhogy még egyszer bocsánatot szeretnék tőletek kérni, hogy mondtam nektek, hogy ö, ö, élőadást fogok csinálni, sajnos nem engedi. Az az alkalmazás, amikbe bemettem, a Youtube sajnos nem engedi, most még jelen 24 órai. De le kell teljen a 24 óra, és azt mondta a Youtube, hogy utána engedni fogja, hogy tudjak nektek live -olni. De hogy ne maradjatok itt az új csatornámon, ne, ne legyen ilyen ö, mesztelen a, a csatornámnak az oldala, ezért úgy gondoltam, hogy akkor hozok nektek egy nagyon szép videót. Hát nem azt mondom, hogy szép videó, hanem a, ö, a mai téma arról fog szólni, hogy hogyan lehet feldolgozni egy tragédiát. Erről fogok most nektek ma beszélni. Megmondom, ez egy kicsit fájdalmas dolog. Tudjátok, a tragédia az nagyon-nagyon sok, nagyon sok emberrel, prále most ebben a koronavírussal sajnos nagyon-nagyon sokan vannak úgy, hogy elveszítik szeretet, hozzátartozójukat. Sajnos évelem is el, megtörtént az, hogy én is elveszítettem nem Covid-ba, ne értsük félre a dolgokat, nem COVID-ba halt meg, hanem ö, daganatba halt meg édesapukám, de ezt ti már tudjátok, akik már nagyon régóta követtek, meg mindent ti tudjátok azt, hogy édesapukám mibe halt meg. Nyílámat most körülbelül a hát olyan, most már lassan másfél hete, két hete veszítettük el, sajnos ő covid halt meg, és mi úgy tudjuk arról, hogy leállt a vesélye, és de COVID-nak titulálták be, hogy COVID-ba halt meg de hát sajnos, igen, ilyen szomorú látjátok ez az élet, hogy a hozzátartozóinkat veszítjük el, akik tényleg közel állnak hozzánk, vagy valami, mondjuk nyényem, szegény, Isten nyugtassa, már elég idős volt. Elég idős volt, 84 éves volt, azt hiszem és Ott a lakásában találták összeesve, meg minden is, kiadt a mentő, stb. Most nem akarom ezt tett felső, mert fájdalmas. És Hát sajnos elvitt a mentő minden, és akkor már rá nem is tudom mennyi, kb. két hét el, és uh, uh, sajnos nem, nem hogy mondjam, nem sikerült megmenteni az életét. Most nem tudom, hogy a Covidot kapta el, és az miatt állt le a vesélye, vagy nem tudom tényleg, nem tudok semmit. Az annyit hallottam, hogy meghalt, nem nagyon tartottuk úgy vele a kapcsolatot sajnos, mert... Uh, hát törtéte köztünk családi konfliktusok, amiket sajnos nem tudunk meg, vagyis mi meg akartuk volna ezt a dolgot beszélni, de sajnos ő nagyon makacs volt, nem, nem reagált ezekre a dolgokra, meg minden úgy, hogy megszakadt, megszakadt úgy mondom, a, a, rokon, a rokon közti kapcsolatunk sajnos, és hát nagyon sajnálom, hogy tényleg így történt az a helyzet. És ezért szeretném mindannyiótoknak a figyelmét felhívnem a COVID-19-re, hogy nagyon vigyázzatok magatokra, mert nem gyerekjáték. Azt is hallottam, hogy sajnos most már a mutánsa is itt van, és nagyon-nagyon kell vigyázni. A tragikus esetek és a tragikus problémák azok nagyon gyorsan jönnek. Ha nem vagyunk óvatosak, nagyon hamar beleszalad, beleszaladhatunk a bajba és hogyha nem vagyunk óvatosak, nagyon megüthetjük a bokánkat ez miatt. Nagyon sokan ez miatt elveszítették az életüket, mert nem figyeltek oda a figyelmeztetésre. Nagyon sokan figyelmeztet a kormány, mindenki, az egészségügyi miniszterek mindannyian figyelmeztetnek minket, hogy nagyon vigyázzunk az egészségünkre. Tartsuk be az óvintézkedéseket, tartsuk be a szabályokat, maszkot, kesztyűt vegyünk, hogyha lehet. Mivel most már nagyon ilyen hidegek vannak, nyugodtan lehet venni, nyugodtan, vagy gumikesztyűt, vagy rendes ö, téli kesztyűt, és úgy megyetek be a boltba. Hála Jóistenek, mi a testvéremmel mindig úgy megyünk vásárolni. Szájmaszk van rajtunk, pedig itt nálunk Nagykárolyban nagyon kevés a fertőzés. Már úgy mondom, fertőzés nincs is itt Nagykárolyban, ez egy pici város. Olvastam a tegnap az újságban, hogy hála Jóistenek, nálunk vannak covidosok, de nagyon-nagyon kevés. Körülbelül 5-10 emberben találják meg a covidot, max. De, mint ahogy hallottam, hogy nálatok Magyarországon nagyon-nagyon sokan meg vannak fertőzve, és nagyon-nagyon sok, ö, nagyon -nagyon sokan hallnak meg. Ezért mindenkit, így a az új csatornám és az új első videómmal arra szeretnék mindenkit a Covid betegséggel kapcsolatban figyelmeztetni és szólni. Tartsátok be a szabályokat, mert a tragikus esetek nagyon gyorsan megtörténnek. Észre se veszítek, belestek a betegségbe, bekerültek a kórházba, és másnap vagy harmadnap már temetnek. Nagyon-nagyon legyetek óvatosak, én mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és azért beszélek ezekről a tragikus helyzetekről most, ne haragudjatok, mivel a téma most erről szól, hogy ilyen szomorú dologgal kezdem a csatornát, de azért szeretném mindenkit szólni, mert nagyon-nagyon sokan a fülek mellett, úgy mondom, elmegy a fülök mellett, nem veszik tudomásul azt, hogy egy nagy hatalmas járvány közepén állunk, és hogyha nem vigyázunk és nem tartjuk be az óvintézkedéseket, akkor bizonyára soha nem fogunk megszabadulni ettől a betegségtől. Csak úgy tudjuk együtt legyőzni ezt a betegséget, ha be is tartjuk a szabályokat, amiket a kormány előírt, hogy tartsuk be. És csak úgy tudjuk betartani, hogyha tényleg megfogadjuk ezeket a tanácsokat. Mindennyi, mindannyian azt szeretnénk, hogyha le tudnánk győzni ezt a betegséget. Mindannyian szeretném, szeretnétek, én is szeretném, ti szeretnétek, hogyha elmúl ez a betegség, és ugyanolyan lenne a, az életünk, mint régen. Tudnánk menni, utazni, kirándulni, barátokkal, családdal lenni, stb. Ne forszuk meg a családunkat attól, hogy újra lássanak minket. Tartsuk be az óvintézkedéseket, tartsuk be a szabályokat, és akkor nem fog megtörténni nem fog megtörténni. Az a baj, ami tragikusá válhat, hogy elveszítjük a gyermekünket, tatánkat, mamánkat, anyukánkat, apukánkat, mert mi ráragasztottuk a szülőkre vagy a nagyszülőkre, ráragasztottuk a betegséget. Tartsátok be az óvintézkedéseket. Mindenkit erre szeretnék kérni. Mert csak így egységben az erő, ahogy szokták mondani, és csak úgy tudjuk legyőzni a betegséget, hogyha mi is teszünk ellene, hogy le tudjuk győzni. Ha nem szeretnétek a kedves, aranyos szüleiteket elveszíteni, akkor tegyetek az ellen, hogy ne tragikussá váljon az életetek azzal, hogy elveszítettetek valakit. Mert én nagyon-nagyon sokat ismerek, akik itt nálunk is, Nagykárolyban is, már lényám is abba halt meg, is így azt mondják, hogy covid halt meg. És ott a másikban is azt mondják, a lépcsőházban, a szembe lévő szomszédom is abba halt meg, azt mondják covid -ba. És itt, amióta felütette a fejét ez a járvány, sajnos milliók, nem egy-két emberről beszélek, hanem milliókról. Már elérte a két milliót, ma is már túl is lépte és több mint már nem sokára 100 millióan vagyunk benne, 94 millió fertőzött, aktív fertőzött, és 26 millió és fél az újabb aktív esetek száma. A gyógyultak száma pedig 65 millió között mozog. Ez a mai, amit ma megnéztem, az új friss adat, amit én néztem a Youtube-on. És ottan megtudjátok mindig nézni az új friss adatokat, mert ott minden 5 percben frissül. És ha nem akarjátok azt, hogy egy tragikus helyzet megváltoztassa az egész életeteket, akkor tartsátok be a szabályokat. És akkor nem fog megtörténni az, amitől nagyon féltek. Mindannyian félünk. Mindannyian félünk attól, hogy nehogy elkapjuk. De ez nem csak a COVID-ra szól, hanem az influenzára, egy, egy fertőző betegségre, ez megtörténhet egy földrengés esetén, egy tragikus eset, egy, egy vulkánkitörés, egy árvíz, egy földrengés, egy, 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 egy um, ilyen viharciklon, vagy egy nagyon heves időjárás miatt is elveszíthetünk valakit, szeretett hozzátartozónkat. Ez nem csak pont a COVID-ra szól, ezek a tragikus események hanem ezek a tragikus események akár mi, mikor megtörténhet velünk. De ha óvatosak vagyunk, és figyelünk a dolgokra, akkor nem fognak velünk megtörténni ezek a dolgok. Úgyhogy mindannyian figyeljünk oda egymásra, törődjünk egymással, és akkor ezek a tragikus események nem fognak megtörténni velünk, ha betartjuk az óvintézkedéseket és a szabályokat. Na, ennyi volt ez a kis videó, és bizonyára euh, még azt is el szeretném nektek mondani, hogy nagyon nehéz, amikor elveszítünk valakit. Nagyon-nagyon nehéz feldolgozni a fájdalmat, ami, ami itt van a szívünkben. Aki elveszítette már valakiét, az nagyon jól tudja, hogy mi az az űr, mi az a nagy fájdalom, ami ott van a lelkében, és az nagyon nehezen fog az a sebbe gyógyulni. Ezért még egyszer arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, tartsa be az óvítészkedéseket, vegyen kesztyűt, maszkot, ha lehet, vagy fertőtlenítse folyamatosan a kezét, ha bemegy egy boltba, vagy akárhova. Csak ennyire szerettelek volna benneteket megkérni. És ne arra gudjatok, hogy most egy kicsit szomorúan kezdődött ez a legelső videóm, de mivel erről szól most ez a téma, gondoltam, hogy az első csatornámon és az első videómban ezt szeretném veletek megosztani. És holnap, ha minden igaz, akkor like-ba fogok hozzátok jelentkezni. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog. És remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor azt jelezzétek egy like-kal, iratkozzatok fel a csatornámon, hogy minél többen legyünk és találkozunk legközelebb, holnap egy újabb videóban, vagy nem videóban, remélem, hogy nem videóban, nagyon remélem, hogy live-val fogok nektek érkezni, mert holnap ö, szeretnék nektek élőadásban lenni, nem tudom, hogy sikerülni fog-e vagy semmi, egyelőre még nem mondok, nem lövök el semmit. Meglátom, hogy engedi az az alkalmazás, hogy bemegyek a live-ba, vagy sem. Úgyhogy... Um Úgyhogy meglátjuk. Jó, meglátjuk. Meglátjuk, hogy sikerülni fog, vagy sem. És szeretném azokat a kedves aranyos követőimet megdicsérni, akik már feliratkoztak a csatornámra. innen is puszilag benneteket, és hogyha Isten is velem lesz, és, és tényleg minden jó sikerül, akkor már holnap délután itt az új YouTube csatornámon fogok nektek újra jelentkezni élő adásban. És persze privátba fogok jönni, hogy a rosszak ne tudjanak befelejönni, mert a rosszak megtalálják ezt a csatornát, és bejönnek. Úgyhogy privátra fogom tenni az oldalamat, és csak azok fogják látni a live-ot, akik már fel vannak iratkozva a csatornámra. Úgyhogy puszilag beneteket, kellemes hétvégét kívánok nektek, és holnap, ha minden igaz, egy ASMR videóval fogok nektek újra jelentkezni, mivel holnap vasárnapon és várlak benneteket nagyon-nagyon sok szeretettel majd a live -omba. Addig is legyen szép hétvégétek, vigyázzatok magatokra, puszilag benneteket, és találkozunk holnap, remélem, már nagyon bízokban egy hónap, egy live fogok érkezni nektek. Úgyhogy puszilag benneteket, sziasztok!